hogy vagytok? Sikerült még egy keveset azzal foglalkozni, amit a múlt héten itt beszéltünk. Ha jól emlékszem, volt egy házi feladat. Hánynak jutott eszébe, hogy hányan oldottátok meg az egy dolog, de hányan jutott eszébe, hogy van házi feladat, oké? Ezek közül hány is oldotta meg a házi feladatot? Csak mondom azoknak, akik nem látnak benneteket, hogy kevés kéz a bent. Oké, aki neki futott, az már nagyon jó. Mi is volt a házi feladat? Hogyan lát neked Isten? Tehát a csendesség alatt, amíg olvassátok itt naponta a Bibliát, hogy keressétek azt, hogy hogyan lát az Isten. Van olyan, aki szeretné megosztani, hogy milyen megtapasztalása volt ezzel? Volt-e valami újszerű? Akik így elkezdték, valaki pénteken odajött és mondta, hogy hú, elkezdtem, nagyon jó volt. Nem tudom, hogy lesz-e bátorsága kijönni. Gyere, itt leszek melletted. Megosztod? Gyere, gyere velük! Bátran! Csak egyet, jó? A sokból. És figyelj, hogy ne legyél egyedül, Ildikó, kérlek, hogy segíts nekem. Gyere, gyere, gyere! Jó, már nem vagy egyedül, jó? Már vagyunk hárman. Arra kérlek, hogy majd segíts nekem felírni erre lapra dolgokat, amit itt majd beszélünk, majd miközben mondom, jó? Hát én nem mondok szokat, jó? Jó. Nézd, nekem sem sok idő van. Várjál, gondolkodjak, mert a nagy a primátum úgy. Nem tudom, hogy ez ide tartozik-e, de az Úr rávilágított arra, hogy betöltött engem az ő szeretetével, és hogy elvárja azt tőlem, hogy én ebből adjak másoknak is. És azt hiszem, hogy a Máté 6-ot olvastam pont a héten, és azt mondta, ide hozhatom a Bibliámat? Persze. Jó. A Máté, az 5-öt, Máté 5. rész, a 46-os, 47-es és a 48-as vers. Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik ki a vámszedők is. És ha csak atyafiaitok köszöntitek, mennyiben tesztek többek másoknál? Nem ugyanezt teszik ki a pogányok is? Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyi atyátok tökéletes. Na, ez nekem így nagyon szólt. Éreztem, hogy nagyon személyesen mondja ezt nekem az Úr, úgyhogy igyekszem, hogy tudjam mindenkit egyformán szeretni. Köszönöm. Tehát akkor, amit megértettél, az, hogy milyen legyél, vagy mit lát az Isten, hogy tökéletes, mivel hogy kicsoda a te? Mivel mennyi atyátok tökéletes. Akkor ebből mit értesz meg magadra nézve? Hát azt, hogy az, hogy mivel ő adott nekem valamit, elvárja, hogy adjak másoknak is abból. Oké. Okay. Na, akkor ezt hogy írjuk ide fel? Köszönjük szépen! Ezt hogy írjuk fel ezekből az igékből, amiket ma hallottunk? Mit tudhatunk meg magunkról így általánosan? Még akkor is, hogy ez nagyon személyesen szólt Laurának. Kaptunk dolgokat. Kaptunk dolgokat, igen. Tehát ezt hogy mondanánk? Szegények vagyunk, vagy? Nagyon is gazdagok. Jó, tehát hogy megajándékozottak, jó, tehát hogy akkor ez így elmondható rólunk. Igen, egy ide, azt, hogy megajándékozottak. Oké? Okay? Abból a kifejezésből, hogy mennyei atyánk van, akkor mi az, ami még elmondható rólunk? Van egy apukánk, igen. Szépen ír? Jó. Megajándékozottak. Van apukánk, tehát akkor kinek a gyermekei vagyunk? Isten gyermekei, ez is kiderül ebből az igéből, hogy mi igaz rólunk. És még kiderül egy nagyon-nagyon lényeges dolog, hogy azon túl, hogy a megajándékozottak vagyunk, azt mondta Laura, hogy Isten el is vár tőlünk valamit. Hogy ajándék, tehát adjuk tovább. Kérjük fel azt, hogy ajándékozók. Na van olyan, aki még szeretné megosztani, hogy a csendesség alatt mit értett meg? Jó, gyere, kérlek! Jó, tehát nyugodtan, most érezzétek, szóval ez lesz az aktív része, jó? Amúgykor másképp aktivizáltuk magunkat, most így, tessék.
De az úgy éri, hogy nem most az elmúlt egy hét alatt történt. Jó. Az a helyzet, hogy volt egy időszak az életemben, a sok többi ezer mellett, amikor nagyon-nagyon padló voltam. Valószínűleg, hogy ti nehezen soha nem voltatok így, de én velem megtörtént már, és az történt, hogy teljesen kétségbe vontam azt, hogy ki vagyok, mi vagyok, és egyáltalán mit keresek én a Föld színén, mert hogy egyáltalán meg amúgy is. És egy nagyon érdekes este volt, amikor kiáltottam az Úrhoz, és egyszerűen az volt a kérdésem, de szinte nem is én kérdeztem, hanem szerintem Isten kérdezte meg saját magamon keresztül, hogy milyennek látsz te engem. Mert olyan volt, mintha valami felkapná ezt a gondolatot, és csak kibudjant belőlem, anélkül gondolkoztam, hogy ilyen mély sóhaj. Kinek látsz te engem, Istenem? Egyáltalán milyennek látsz te? És a feleségemtől tanultam egy nagyon király dolgot. Veszem sorba az igét, sorba a Bibliát, és nem az van, hogy 15,6 fejezetet olvasok minden egyes nap, hatodik haszakat is, hogyha az életem múlik rajta, hanem annyit olvasok, amennyit tudok, és van olyan, hogy egy fejezetet elolvasok 6 napig, ugyanannál a fejezetnél vagyok ennyi, de az a 6 nap alatt azt alaposan átrágom. És azon az estén az Ézsaiáshoz kerültem, 40. fejezet, mert nem tudom pontosan is verse, és azon azt kezdte el nekem mondani, hogy szolgám, hogy kiválasztottalak. És akkor csak úgy szépen elfolytam sírásban, és mindenféle önvádtól felszabadultam, és ezt én nem érdemlem, és egyszerűen próbálom magamat ehhez tartani, pedig nagyon sokszor nagyon nem úgy nézek ki. Köszönöm. És köszönjük, van még, aki szeretné megosztani, gyertek, nyugodtan, bátran, jó? Tehát egy nagy családban vagyunk, és most így elmondjuk, hogy ki mit élt el. Jó? Tessék. Nekem is ugyanilyen régebbi sztorium van. A nyáron volt egy vitám valakivel, és akkor ilyen mindenféle szavakat rámondott, hogy te ilyen vagy, te olyan vagy, és akkor nagyon magamba zuhantam, és sírtam, és akkor elkezdtem imádkozni, és kerestem az Urat, hogy de ő milyennek lát engem, hogy tényleg olyan vagyok, mint ahogy mondták az emberek, vagy mondta valaki. És akkor elkezdtem olvasni az igét, és az aznap igém az Ézsaiás 43 volt, hogy a vizen kelsz át, én veled vagyok, és a fölkon azok nem sodornak el, a tűzmelyest nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok, a te Istened, Izrael szentje, te szabadítod. Kárpótlásul adom érted Egyiptomot, Etiópiát és Szebát adom helyetted, mivel drágának tartalak és becsesnek, mivel szeretlek, ezért embereket adok helyetted, életedért nemzeteket. És ez most is a héten is találkoztam ezzel az igével, csak összekötöttem azzal a történettel, igen. Köszönjük, akkor mi is érünk ide fel? Drága, becses. Mondjuk még dolgokat, mert nagyon sok információ volt ebben a rövid szakaszban. Drága, becses, ott olvastott egy olyat, hogy szeretet. Volt ilyen? Igen. Hogy szeretlek. Mivel szeretlek, ugye egy szeretett, személy, értékes. Igen. Országokat ad érte. Uh-huh. Tehát, hogy ebből most hogy lehet ezt lebontani? Tehát, hogy mit jelent, hogy országokat ad érte? Nagyon uh-huh. Értékes. Egy trófeja. Fontos. Fontos. Sáfár. Felbecsülhetetlen végül is, mert ha valaki országokat ezért, akkor az értéke igen csak nagy. Uh-huh. Tehát akkor azt jelenti, hogy sok országgal rendelkezik az, aki országokat adna, ugye? Tehát először van ez így. Általában egy királynak egy országa van. Na most kicsit, akinek sok országa van. Ugye? Mondjuk egy birodalom urának, mondjuk egy császárnak, annak mondjuk sok országa van, ugye? De az egy birodalom, tehát mondjuk akkor valaki olyan, aki sok királyságot birtokol, és ezeket adná. Van ebben váltás, vagy megváltás? Ebben a dolog, hogy adok érte? Tehát miért kell adni érte meg? Nem azt mondja, adom neked. Ugye, milyen érdekes az, hogy adom érted, akkor azt jelenti, hogy történik egy sere. Te jössz ide, én meg azt adom oda. Megváltás. Tehát ebben a megváltás van benne. Tehát ő megváltott. Ha egyetértettek velem ebben, mert nem azt mondja, adok neked országokat, hanem érted, adok országokat. Azt jelenti, hogy te most nem vagy itt velem, és úgy tűnik, hogy valami van, de itt legyél velem, én adok, odaadom, és onnan illetlek, és mondja, és egy pont, hogy adok országokat, oda fogom adni, mert akarom, hogy te az enyém legyél. Feláldozom, érted. Uh-huh. Tehát akkor olyan, akiért áldozatot hoztak. Jó, ezt is felírhatjuk, hogy akiért áldozatot hoztak. Jó, szeretném még valaki, mert nem akarom ezt nagyon lecsapni ennek a részét, de ha valaki még szeretne gondolatokat megosztani.
Jó, hát köszönöm szépen, Ildikó, a segítséget. Köszönöm. Na most próbálj egy kicsit átismételni, amit a múltkor beszéltünk, hogy az egyik alapkérdés az, hogy az Isten hogyan lát, és itt nagyon sok mindent látunk. Úgy lát bennünket, mint akik meg vagyunk ajándékozva, aki... Uh-huh. Isten szemefénye, írjuk fel, szeretnéd? Elcsak. Az internetről üzenik, meg oké, az internetről üzenik. Ildikó visszajössz, hogy csak legyen egyforma. Kérlek, írjétek fel, hogy Isten szemefénye. A kékkel kérlek, ez nem egy más. Ide jó, meg ide akarok majd rajzolni. Ide. Isten szemefénye. Köszönjük, hogy ilyen interaktívak a netten. Csüngők, akik ott vannak, Isten szemefénye. Oké, köszi szépen. Tehát szeretném, hogyha visszaemlékeznénk mindarra, amit a múltkorról kicsit átbeszéltünk, és itt nagyon sok minden elmondható rólunk, azonban, ha csoportosítani kellene azt a sok-sok igazságot, amit mond a Biblia rólad és rólam, azt igazából három nagy kategóriába tehető. Az egyik dolog, ami elmondható rólunk, emlékeztek mi volt? Az három nagy terület volt. Az első, emlékeztek mi volt? Egy nagy plusz, ami az életünkhöz tartozik. Az, hogy a Biblia első lakén beszél el, hogy Isten igény, kik vagyunk mi? Isten teremtményei. Tehát innen indul a történet, hogy Isten teremtményei vagyunk. Aztán a második fejezet arról szól, hogy, mint a három tételben a második, az, hogy bűnös vagyok, igen, ez a második történet. És a harmadik történet pedig, a harmadik fejezet megváltott, tehát hogy bejön még egy plusz az életünkben. És aztán azt is láttuk, hogy igazából, ha bejön ez a plusz, akkor igazából az történik, hogy ez a mínusz kezd átalakulni idővel. Mivé? Plusz szám. Na hát körülbelül erről a három fejezetről fogunk ma beszélni egy kicsit. Oké, lehet, hogy az eszeddel te is én is megértjük azt, hogy Isten hogyan lát bennünket. És így az eszünk szintjén nagyon jól tudjuk, hogy drágák vagyunk, becsesek, Isten szeret bennünket, értékesek vagyunk, Isten szemefénye, szolgának lát, de nem elsősorban rabszolgának, annak ellenére, hogy új szövetség beszél arról, hogy mi rabszolgái vagyunk Istennek, de szolgái vagyunk, megváltottak. A kérdés csak az, hogy ma, amikor talán konfliktusba került, én nem tudom, volt-e ilyen közöttünk, akinek ma nehéz napja volt, abban a konfliktus helyzetben érezted-e azt, hogy megajándékozott vagy, Isten gyermeke vagy, Isten szemefénye vagy, drága vagy, becses vagy, szeretetre méltó? Érezted? Néha azoktól, hogy nem érezzük, még eszünkbe se jut. Az biztos. Értitek? Tehát egy dolog az, hogy sokszor az eszünk szintjén nagyon szépen elraktározzuk, bólogatunk, megértjük ezt, hogy a Biblia erről a három nagy fejezetről beszél, de ott a lényem mélyén, hogy tudom én ezt. És tudjátok, mi az érdekes, hogy a Biblia ezt a három dolgot, amiről itt mi beszéltünk, és amit ma újra fogunk tárgyalni, nagyon komolyan tárgyalja, és arra jöttem rá, és ezt igazolják másokik is, lehet, hogy ti is fogjátok igazolni, amit most is mondani fogok, hogy csak annyit élünk meg ebből, amennyire Isten ezekben a fejezetekben megismerjük. Na, mire gondolok? Hát arra gondolok, hogy most fogok húzni ide középre egy vonalat, és azt fogjuk csinálni, hogy ide tesszük az embert, jó, tehát ez a kör, amit ott az előbb megrajzoltam nektek, és ide tesszük a Szent Háromságot, jó? Ő lesz az Isten. Amikor arra gondolok, hogy én egy teremtett lény vagyok, ugye, tehát egy teremtett lény, akkor mit tudunk Istenről, hogy ő a teremtő, de ő is a teremtő lény. És azt kell nektek elmondani, hogy nagyon-nagyon sok ember ezen a bolygón csak eddig a pontig jut el. Na, mi a helyzet? Az a helyzet, hogy azok, akik humanisták, mi a humanizmus?
Az, hogy emberközpontoság, ez nagyon virágzik, virágzik egy jó ideje a Földünkön, és szerintem még virágozni is fog sokáig. Eddig a pontig tud eljutni. Ha van egy teremtőnk, és a Biblia alapján azt látjuk, hogy a teremtő hogy lát bennünket embereket, mint a teremtménynek a miét, a koronáját, a legértékesebbét, az emberiség starkul ebből az álláspontból indul el, igen, minnyájan értékesebb, fontosabb vagyunk. Az lehet, hogy nem mindig jut eszünk a teremtő, de az a teljesen egyet tud érteni majdnem mindenki ezen a földgolyón, igenis fontosak vagyunk. Ezért harcolunk a jogainkért, ezért harcolunk, ha kicsivel tovább jutottunk önmagunkon, vagy kilépünk az önmagunk keretéből, akkor harcolunk mások jogaiért. De megtörtént, hogy ebben az emberi jogokért való harcból az Isten kimarad. Miért? Mert csak annyit látunk így a humanista szemlélettel, hogy igen, mi vagyunk, emberek vagyunk, és az emberi lét az egy értékes lét. Épp ezért vannak olyanok, akik elítélik azokat, akik például nagyon sok pénzt fektetnek abba, hogy állatokat mentsenek be, de nem törődnek azzal, hogy a gyermekeikkel mi van. Mert mi történik? Ilyenkor egy kicsit kibillennek a dolgok, hogy akkor igazából ki az értékesebb? A kiskutyák, a kis cicák, vagy a gyermek? Ugye? Tehát, és ebből nem akarok sokat mondani, csak annyit, hogy jelen pillanatban Romániában körülbelül 70 ezerre teszik az elhagyató gyerekeknek a számát. És én nem mondom, hogy nem kell küzdeni az állatokért, meg a természetért, mert kell. Mert azt is Isten ránk bízta. Mert ugye erről szól a teremtés története, hogy vigyázzatok, gondozzátok. De azt mondom, hogy nem ez kellene, a prioritás legyen. Mert az ember önmagában értéket hordoz is. A Biblia ezt tanítja nekünk, ha a Zsoltárok könyvét kinyitjátok, szeretném, ha megfigyelnétek egy igeverset. És amikor arra gondolsz, hogy Isten teremtménye vagy, akkor szeretném, hogyha ez az igevers eszedbe jutna. A 8. Zsoltárhoz kérek, nyissátok ki. Itt Dávid ír nagyon sok minden. És szeretném, ha megfigyelnétek a 3-as, 4-es, 5-ös és 6-os verseket, jó? Szeretné valaki felolvasni közületek? Bármilyen fordítás szerint, a lényeg ugyanaz. Jó? Közelebb viszem. Jó? Kérlek. Nézem az eget, kezed munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél, és csodálkozom. Micsoda a halandó, hogy törődsz velem? Kicsoda az emberfia, hogy egyáltalán észreveszed? Hiszen olyanná tetted, hogy majdnem Istennel ér fel, megkoronáztad méltósággal és dicsőséggel. Úrrá tetted minden teremtményed fölött, s mindent hatalma alá rendeltél. Köszönöm szépen. Mit mond ez a Zsoltár? Ez a Zsoltár azt mondja, hogy ha világot nézem, akkor azt kell mondani, hogy ez a materiális világ, ez egy hatalmas nagy világ. Mit nézek? Nézem az eget, holdat, csillagokat, és ebben az egész hatalmas birodalomban rájövök arra, hogy itt van az ember, és úgy tűnik, hogy ez az ember ennek az egész világmindenségnek a közepe. Mert felteszi a kérdés, hogy mi az ember, hogy ezen a hatalmas világuniverzumon Isten mindennel törődik, de legfőbb inkább kivel? Az emberrel. Azt mondja, nem értem. És ha most itt arányokat vennénk, most nem fogunk ebbe belemenni, ilyen információkat találtok rengeteget az interneten is, hogy egyszerűen, hogyha a Földet kellene nézzük, a naptávos távol, tehát ahogy a Föld és a nap mekkora távolságon, csak a méreteket, arányokat, azt mondják, az egy pötty, a Föld, egy teniszlabda a nap, és kb. Pár kilométerre van ez a kettő egymástól. Hát kb. Ilyen arányokban működik a mi világuniverzum, és ez csak egy naprendszer, a sokból aztán megyünk így tovább. Tehát, hogy hatalmas, azt mondja Dávid, hatalmas ez a világ, és hogyha nézem, akkor nem értem, hogy mi az ember. És azt kell mondja Dávid, hogy mégis meg kell értsem, hogy ez a valaki, akit úgy nevezünk, hogy ember, itt azt mondja az egyszerű fordítás, hogy majdnem Isten elér fel. Miért? Mert hordoz az Isten képmását, így van. Tehát azért, mert a teremtő lényből
kaptunk valamit. Te azt mondja, hogy belé lehet, magából adott az Isten. Na most az a kérdés, hogy mindenki hordoz az Isten képét? Igen, hát úgy hiszem, hogy igen, mindenki, tehát a teremtettségből mindenki hordozza, és valahol az ember tudatosan vagy tudatlanul is, Isten szem előtt tartva vagy nem, mégis valahol érzi azt, hogy az ember érték. És ezért a humanisták küzdenek. Lehet, hogy Isten, lehet, hogy Isten nélkül, de valamit megfogtak ebből, hogy az ember érték. És nem számít, hogy mit tesz, mit gondol. Csak az az egy számít, hogy értéket hordoz. És azt mondja a Dávid, hogy megkoronáztad, ez a két szó nagyon tetszik, mivel? Nézzétek csak meg a Bibliából az ötödik verset. Megkoronáztad. Dicsőség és méltóság. Dicsőség és méltóság. Meg figyeltétek, nem azt mondja, hogy egyeseket megkoronáztál méltósággal és dicsőséggel, és ővelőlük lettek a királyok. És amikor bejönnek, meg az elnökök, meg a miniszterek, amikor bejönnek, akkor méltósággal és dicsőséggel várjuk, kürtölünk és vörösszőnyek. És belegondoltál-e, hogy amikor a teremtettségre gondolsz, és arra gondolod, hogy te teremtett lény vagy, akkor igaz rád az, amit itt mond Dávid, hogy mindenkit Isten megkoronázott méltósággal és dicsőséggel. Még azt az utolsó embert, akit mi utolsónak mondanánk, aki talán részeges, talán veri a családját, lop és gyilkol, még az ő fején is ott van a korona, a teremtettségből adódottan a méltóság és a dicsőség koronája. Hogy az, most már ez mennyire fénylik, meg mennyire látszik, meg mennyire kopott, meg mennyire most ezt így drobozhatnánk. De sehol a Biblia nem mondja azt, hogy ezt elvesztettük volna. Mert Isten, amikor adott önmagából, és élő lényé lettünk, életre keltünk, valami ott bennünk, és valami ott benned, azt kiáltja Isten felé, hogy hozzá tartozol a teremtettség végén, vagy a teremtettségből adódóan. Na most az a helyzet, hogy amikor félretesszük a humanizmust, és így az egyszerű ember elkezd Istenre nézni, és elkezd Istent keresni, mert rájön arra, hogy tényleg, ha az univerzumot nézzük, túl nagy logikátlanságnak tűnik az, hogy épp a majomból, meg a véletlen útján vagyunk itt, ugye? Tehát ez most azért, ha egy racionálisan az ember végig gondolja, na, az élettelenből élet lesz, de hogyan? Ezt még mai napig nem tudják megmagyarázni, de akkor oké, élettelen lett, de akkor na jó, valahogy megjött az élet, akkor hogy? Milliárd éveken át itt fejlődtünk, jöttünk, mentünk, tehát ezt úgy már nehéz bevenni. És ezért meg lehet figyelni, hogy a kommunista és az ilyen ateista világszemlélet eléggé megdőlt, mert nagyon sokan keresik az Istent, de nagyon sokan csak eddig jutnak el, hogy látnak egy teremtőt, és a teremtőt, amikor nézik, akkor tudjátok, mit látnak? Azt, aki mindennel rendelkezik. Ő a minden. Ő a mindenható. A mindenütt jelen való. Ő az, aki mindent lát, ő az, aki mindent hall, ő az, aki minden felett rendelkezik, tehát ő a szuverén. Befér valahova ide. És az a helyzet, hogy amikor kimész az utcás emberekkel beszélgetsz, és Istenről kérdezett, nagyon sokszor a templomban nem járó ember is azt fogja mondani, hát igen, Isten nagy, szuverén, azt tesz, amit akar. És hogyha még átmennünk egy pár nehézségen, és a nehézségben nem úgy jöttünk ki, hogy mi akartunk, akkor még inkább megerősödik bennünk az, hogy hát úgyis az Isten azt csinál, amit ő akar. Nem számít, hogy én mit mondok, imádkozok, nem imádkozok, ugyanúgy tök mindegy. Hallottatok ilyet? Nem számít. Isten úgyis eldöntötte. Miért? Mert ő a teremtő. És nagyon sokszor csak eddig jutunk el. És nagyon sokáig csak eddig jutunk. És hogyha eddig jutunk el, akkor el fogjuk fogadni azt, hogy igen, értékesek vagyunk, igen, fontosak vagyunk, igen, fontos az emberi mi voltunk, de megtörténhet, hogy tovább nem fogunk eljutni. A következő lépés, amit megértettünk a múltkor, az abból van, hogy bűnösök vagyunk, ugye? Tehát bűnös.
Erről beszél a Biblia. Na most, hogyha bűnösek vagyunk, a kérdésem az, hogy akkor milyen az Isten? Kegyelmes. Nem. Igen, amikor kegyelmes, akkor már egy kicsit más is bejön. De amikor csak ennyit látok, hogy bűnös vagyok, akkor sajnos akkor még nem biztos, hogy látom az Isten kegyelmét. Hanem csak annyit fogok látni, hogy ő, és itt már hallottam. Szent. Igen. Ezt fogom látni. Feltetted a kérdést, hogy miért olyan nehéz megtérni az embereknek? Mert sokszor csak ideig jutunk el. Igen, bűnösek vagyunk, igen, rosszat teszek, igen, nem úgy sikerül egy csomó minden, igen, de látom, hogy az Isten szent. Néha azt is látom, hogy Isten milyen. Igen, tökéletes, ugyan ide jön. Én milyen vagyok akkor? Tökéletes, elnézést, tehát nehéz beszélni, megírnom egy időben. Oké? Okay. De teket időbe lejtéti, de most nem írom fel. De tudjátok, mi az, amit még látok itt? Távoli. Hogy távoli, pontosan, és mert a szent az milyen? Hát ha én bűnös és ő szent, akkor... Ugye, egyik itt a másikot. Megfigyeltétek, hogy a teremtés, és az, hogy Isten mindenütt jelen van, ez a Bibliának az első pár lapján végig jön, ugye? Meg ott az első pár részben van maga teremtésben mutatva az, hogy kiűzi őket az édekkertből, aztán jön az özönvíz, ki tudja ezt megtenni, ami mindenható. Aztán összekeveri a nyelveket, az ember tud valamit tenni, nem tud semmit tenni. Úgyhogy be van bizonyítva folyamatosan Isten, ő a minden. És tényleg így van. És aztán jön Mózes, és folyamatosan Isten elkezd beszélni miről? Szentségéről, és hogyan érti meg az ember, hogy az Isten szent, hogy épül egy szent sátor. És ott pedig nagyon világosan szétválasztják, van a szentek szentje, meg van a szenté. De még oda is nem akárki mehet be. És aztán van az udvar, még oda sem mehet be akárki. És az külső, tehát valahol ezt próbálta Isten valahogy érzékeltetni fizikailag az emberekkel, hogy azon túl, hogy mindenható, és mindent megtehet, és tényleg szuverén, ő egy szent Isten. És emiatt kialakult, és az egész Ószövetségben ez úgy uralmat vett, az igazság, mert igazság közben, de mégis az a szemlélet, hogy Isten bíró. És ítélkezik. Ha az öt Mózeshez kinyitjátok, kérlek, gyertek velem az öt Mózeshez, jó? 5 Mózes 27-28-ban, de főleg a 28. részben. Ott mi van megírva? Áldások és áldok. És mikor kell áldás vagy hátukról beszélni, amikor beszélünk miről? Bűnről? És nem bűnről, az az igazság, ugye? Tehát a jóról meg a rosszról. És megkezdve már a mózesi törvényeken át végig az egész Ószövetség, úgy néz ki, csak arról beszél, Isten szent, tökéletes, mi bűnösek nem tudunk oda eljutni, Isten bíró jön, ítélkezik, és ha nem azt teszed, amit ő kér, jön és lecsapja a fejedet. Van egy ilyen? Képzeljétek el, hogy az 50-es, 60-as, 70-es években nagyon komoly teológiát építettek erre rá. Ezt most a nevét nem fogom megnevezni, mert nem ez a lényeg, hanem a lényeg az, hogy nagyon sokan elkezdték azt mondani, hogy igaz a Biblia két Istenről beszél. Beszél az Ószövetség Istenéről, ahol azt van beutat, hogy Isten nagy, mindentudó, szuverén, azt csinál, amit akar, igazából nem érdekel tégedek, mit érdekel, szent, tökéletes, ítélőbíró, félelmetes. És ide minden, ami ide belejön, amit belekorszongsz. És aztán van az új szövetség Istene, ő a szeretet, és ide majd mindjárt eljutunk, egy egészen más Isten. És nagyon sok kereszténynek és teológusnak nem fér az egész egybe. Mert azt mondják, hogy vagy így, vagy úgy. De az az igaz, hogy így is, meg úgy is megjelenik és bemutatkozik Isten. Na most vegyük azt, hogy túllépünk a humanizmuson, és olyan emberek vagyunk, akiket érdekel, hogy hogyan viselkedünk. Jó? Tehát akik érdekel, hogy most jól viselkedünk, nem jól viselkedünk, és ide jön a vallásos ember. Aki keresi, most hogy legyen, mit legyen, elmegy templomba, ott amennyire lehet a templom legyen jó nagy, jártatok már? Nagy legyen, csend legyen, néha félelmetes, a régmúltban más nyelven is beszéltek, hogy te az egyszerre meg még ne is értse, tehát annyira távol és annyira szent, hogy
De neked azt nem is kell érteni. Ugyanezt látjuk az Izrael népének, mennyi Mózes beszélte az Istenem, mindent, csak mondd el nekünk. Tehát egy távoli Isten. És ha csak eddig jutunk el, akkor én ennyit fogok látni magamból. Csak azt fogom látni, hogy igen, Isten megteremtett, de úgyis azt csinál, amit akar. Oké, lehet, hogy nem véletlen a létezésem veled, meg se akarja nekem mondani, hogy mi a terve velem, mert már annyit kérdeztem, és még mindig nem tudom. Meg ha meg is értem utána, rájövök arra, hogy lehet, hogy mégsem nem értettem jól, meg úgyis azt fogja tenni, amit ő akar, és közben folyamatosan azt látom, hogy nekem ez sem sikerül, az sem sikerül, milyen szerencsétlen és bűnös vagyok. És lehet, hogy csak eddig jutunk el, érzelmi szinten, hogy megértjük, hogy kik vagyunk. Minden emlék nem áll meg a történet. És ez a jó hír, hogy... Hát ezt úgy hogy így fogok felírni. Ha már ilyen sok szép színt kaptam, akkor megváltott... Megváltott bűnös. Ezt ugye a múltkor letisztáztuk, hogy a bűnös mi voltunk, az marad. De nem mindegy, hogy csak eddig jutok el, vagy ide jutok el. Mert a megváltott bűnös hogyan látja az Istent? Hogyan jön az Isten kép? Milyen Isten képe van annak, aki megváltott bűnös? Megváltó. Így van. És bejön még egy plusz dolog. Emlékeztek, hogy amikor beszéltünk, hogy megváltott, akkor igazából emlékeztek, hogy akik vagyunk, az a születésünkből adódóan vagyunk. Emlékeztek? És beszéltünk két születésről. Az egyik születés az itt van, hogy megszülettünk erre a világra embernek, fizikailag, és utána van még egy születésünk, ami történik. Így van? És ez az újjászületés. És akkor, amikor megszülettünk itt, Isten ad nekünk egy családot. Ad nekünk apát, anyát, testvéreket, kinek van testvére, de a családot. És az az érdekes, hogy a Biblia azt mondja, hogy akkor újjászületünk, akkor Isten kezd adni egy másik családot. És itt van a nagy kérdés, hogy mikor ezt én így megértem, akkor látom-e azt, hogy ebben az új helyzetemben nekem van egy atyám. Mert az a helyzet, hogy amikor én ide el tudok jutni, na akkor kap értelmet mindaz, amit fent van. Mert én amikor csak annyit látom, hogy Isten szent, de nem látom az atyai szívét, rettegni és félni fogok tőle, és csak az a távol Isten lesz. Amikor azt látom, hogy Isten szuverén, de nem jutottam el odáig, hogy az atyát lássam benne, aki értem országokat ad, ugye? Csak azt látom, hogy szuverén és azt sem, amit akar, de igazából nem érdekli, hogy velem mi van. Mert hogy érdekelt 7 milliárd ember van, hát hogy kövessen mindenkinek a történetét. De amikor eljutok ide, akkor ebből a pozíciómból, vagy az atyának, vagy az Istennek az atyai mi volt át megértve ebből a pozícióból, elkezdem tudni akkor többit is a helyére tenni. Amen. És most eljutunk egy nagyon érdekes dologhoz, erről is írtak könyveket, biztos olvastatok, vagy hallottatok, hogy mi van akkor, amikor az itt kapott apa kép befolyásolja az itt kapott apa képet. Ugye? Tehát itt ezek nagyon szép dolgok. Vagy ezt lefordítom akkor magyarra, mit is akarok mondani. Nagyon sokszor az figyelhető meg, hogy az itt kapott apa kép valahogy blokkolja azt, hogy megértsem, hogy milyen az Isten, mint atyam. És hallottam már olyat, hogy hát nekem ilyen-olyan apám volt, hát igazából akkor az Isten is ilyen meg olyan. És így ösztönszerűen tényleg ez történik, hogy nagyon sokszor az apa kép átmegy, vagy átvetítődik az isteni atyai képére. És akkor az apák milyenek lehetnek? Az apák között is van olyan, aki azt mutatja, hogy ő szuverén. Van ilyen apa minta? Most beszélünk az apa mintákról. Ez milyen típusú apa? Szuverén. Szuverén. Ez az a típus, oda csap az ötével. Én mondtam, ezért megcsinálod. Ebben a házban lopszott, hogy... Igen. Amíg az én nevemet hordod, milyen más variációk vannak? Az én kajámat. Az én kajámat összed. Ugye? Mit van akkor, hogy azt mondod, én csináltalak, én öllek meg. És már ilyennel találkoztam el kigondozásban.
Vagy mi van akkor, mivel bebiztosítjuk, hogy azért csak nem szuverén, szeretne az apa szuverén lenni, de csak nem szuverén, és azt vágja a gyermek fejéhez, és úgy nő fel valaki, és felnőttként azon sír, egy lelki gondozó beszélgetésben, hogy folyamatosan úgy döntem fel, hogy azt mondták, hogy nem akartunk, csak véletlenül becsúsztál. Tovább megyek, mi van akkor, hogyha az apa kép helyén van, de az anya kép nincs helyén? Mert nagyon sokat lovagolom mi az apa képen, de mi van az anya képpel? Tavaly volt a két olyan lelki gondozásom, elmondom nektek, mert ide vág. Akkor sokat gondolkoztam, ezért nagyon sokszor az apa képet feszegetjük. De az a helyzet, hogy mikor a kisbabákról beszélünk, és a kisbabák egészséges fejlődéséről, ez most még kicsit cigós dolog, mikor a gyerekekről beszélünk, nagyon fontos ahhoz, hogy ők jól fejlődjenek, az, hogy tudjanak kötődni. Na igen, de a kötődés elsősorban nem az apához történik, vagy az apához kapcsolódik, hanem az anyához. Miért? Mert az anya van alapvetően többet a gyermekével. De mi van akkor, amikor az anya nem fogadja a gyermekét? És akkor mondok két esetet, amik a tavaly történtek. Felkeresett egyik alkalommal egy hölgy. Elmondta, hogy megtudta, hogy babát vár. És rajta kívül mindenki ünnepelt. A férje is első, te jó, már vártuk meg minden. Amire a nő azt mondta, igen, de nem most. És az egész családja akarata ellenére elment és abortusztnak betette alá magát. Amikor eljutott hozzám, akkor meg kb. 6 hónap volt az abortusz után, akkor meg össze volt domolva a lelkiismeret furdalástól, meg a fájdalomtól, meg az egésztől, hogy ugye a babával álmodott folyamatosan éjszakákon át, és már 6 hónap után teljesen az őrület határán volt. Ugye? Eltelt pár hónap, hogy megiszem más, tehát nincs is kapcsolat a két történet között, eljött egy másik hölgy, elmondta, hogy 8 hónapos a babája, mikor megtudta, hogy babát vár, hát elmondta nagy szorongva a társának, ugyanaz a reakció, mint az első történetben a férfi, oda meg visszavolt az örömtől, kürtöltetett, meghívta barátokat, nagy buli, baba lesz. A nő annyi ereje nem volt, hogy elvetesse, hogy ennyire nagy ünnepet szervezett a férje a baba jövetelének, hát azt mondta, oké, kihordja. De azt mondja, nem tudok ránézni. Pedig tudom, hogy az anyja vagyok, vigyáztam, hogy a terhesség végig jól menjen. A férjem azt mondja, szereti, fel kell hozzá éjszaka, nem tudok, ha csak hallom, hogy sírjön, ő megfogjam, és oda csapjam a földhöz. 8 hónapos baba. Ezt miért mondom el, mert nagyon sokszor az apákra fókuszálunk rá. De az az helyzet, hogy a szülőkép együtt, apa és anyakép együtt befolyásolja mit? Az Isten atyai szívét. Tudjátok, hogy a Biblia beszél néha arról, mintha Isten anyaként jelenne meg? Na, tudnátok erre példát mondani, hogy tényleg van ilyen? Mint az a kotlaző csipét, ugye hát a kotló az kevésbé lehet hímnemű, tehát igen, oké, okay. Úgy gyűjtelek én összemondja. Más igen, mert van még egy jó pár a Bibliában ilyen. Jó, itt a kettő is volt, a kicsit. Dajkálgatja. Így van, dajkálgatja, tehát hogy az atya úgy ölel át, mint aki dajkálgatja, és ott pont olyat használja, mint a női cselekedetre utal, tehát mint az anyai dajkálás. Hát, hogyha az anya is felelkezik, az úgy gyermekére. Így van, az is, és az anya el is felelkezik. Megtörténik, vagy elutasítja, akkor is én ott vagyok, én nem fogom ezt tenni. Én úgy hiszem, hogy Isten, amikor önmagát adta, azt mondja, hogy teremtett embert, megfigyeltétek, hogy ez egy nem ültetett ember, és nem felsorol két dolgot. Férfit és nőt. És azt hiszem, hogy amikor a gyermekek gondozásáról van szó, vagy a gondoskodásról, akkor az atyai szívét úgy tudjuk megérteni, ha egybe tesszük azt, amit az anya és az apa együtt tesz a gyermekért. Van ösztönösen vagy természetesen, ami a jó természetes dolog. Amiben van gondoskodás, van dajkálás, van el nem felejtés, van óvás, ugye ezek azok, amit így anyai ösztönnek, vagy az anyai tulajdonságoknak tulajdonítanak, és van az apai rész. Na, mi az apai rész? Védelem. A védelem. Néha az apa ezt hozza be a gyerekekben,
ezt a szuverént, az én apám úgyis, ha ide jön, akkor ő majd, ugye? Pont ezt vetíti oda, ugye? Aki erős, aki mindent meg tud tenni. Érdekes, hogy a gyerekek nem mondja, hogy jön az anyám, na vigyázz! Pedig lehet, hogy a mai társadalomban néha egy anyoroszlán túljukban kell. De értitek, hogy mit akarok mondani? Tehát, hogy ez ösztönösen jön, hogy az apához kötik. Na mi van akkor, és ide akartam eljukadni, mi van akkor, hogyha a két fél közül, a szülők közül az egyik elutasított? És most már vegyük személyesre. Vagy mindkettő elutasított? Vagy mi van akkor, mikor mind a kettő szeretett és elfogadott? És akkor értitek, hogy hogy van az, hogy egyesek nagyon felszabadultak és jókedvűek, főleg akkor, amikor mindkét szülő egyenlő mértékben fogadta, szerette, várta, mindent odaadott, csak hogy meglegyen. Mi van akkor, amikor csak az egyik, és van, amikor egyik sem? És mi van, amikor az elvetettségnek, vagy az elutasítottságnak, meg az a jel, hogy ott hagynak a kórház? És akkor majd valaki majd könyörül rajtad. Hát ha nem, az állam fog, mert az állam humanista. És az állam fog, mert értéket lát benned. De csak addig megy el. Nem fogok ebben jobban most belemenni. Csak az a nagy kérdésem, hogy vajon ennyi az egész történet? Hogy a szüleink mintája teljesen átírja, vagy befolyásolja olyan erővel az Isten atyai képét, hogy azzal nem tudunk mit kezdeni semmit. És akkor azt mondom, hát nekem ilyen szüleim voltak, ilyen volt az apám, ilyen volt az anyám, hát most én az Istent így látom, hát akkor, hát ez van, majd lesz valahogy. Hogy erre választ kapjunk, szeretném, hogy akkor itt kettőbe osszuk a csoportot, és akkor lesz megint egy kisebb feladat számotokra, jó? Nem kell nagy csoportba osztanatot, csak így akkor a két tábort, két része fogom olvasni. Osztani, és szeretnék, hogyha megnéznék a Bibliában két fiút, jó? Akkor akik erre vannak, benneteket kérlek, hogy nézzétek meg, és keressétek ki a József történetét. És szeretném, hogyha megfigyelnétek, így kettesével, hármasával, egy ebben a blokkban levők az 1 Mózes 37. részét. Úgy pár verset, ha olvastuk majd, jó? Úgy 1-től 17-ig mondjuk. És akkor akik pedig itt vagytok, pedig szeretném, hogyha megnéznétek Dávid történetét. Tehát a Dávidot, mint fiút, jó? Tehát ő kettőkkel fogunk foglalkozni. És a számotokra pedig a Sámuel első könyve, és rögtön mondom, hogy melyik részét. A 16. részét keressétek meg, és úgy 1-től 13-14-ig volt. 13-ig, jó? Tehát itt 1-től 17-ig olvassátok el 1 Mózes, el is írom, hogy biztos legyen. Tehát 1 Mózes 37-től 17-ig, tehát 37-től 17-ig, itt pedig 1 Sámuel. És elfelejtettem a részt, de mindjárt. 16-től 13-ig, igen. Egy-két percetek van, kicsit, hogy nézzetek bele. Kicsit frissítsük fel ezt a két fiatal embernek a történetét. És aztán próbáljunk egy-két dolgot összerakni róluk.
Sikerült egy kicsit belenézni. Na próbáljunk egy néhány információt összerakni róluk, jó? Mit tudunk József apjáról? Hogy hívták őt? Jákob, de neki volt egy másik neve, Izrael. Találjunk hasonlóságokat, úgyhogy ő Izrael. Na, hogy hívták Dávid apját? Ismael. Ismael. Van két fiatal emberünk, akiknek apjuk így betűvel elkezdődnek. Hát ők az Izrael és Isai fiai. Milyen más hasonlóság van? Tehát mi az, amit tudunk róluk, hogy volt-e vagy nem volt-e testvérük? Volt. Jó, tehát vannak testvérek, ugye? Itt is vannak testvérek. Mi egy másik érdekesség hasonlóság közöttük? Például József, ha neki volt. Kedvenc gyerek például, nem? Kedvenc gyerek volt. Ez mindjárt felírjuk, de most, hogyha a legkisebb volt, akkor a történetben a legkisebb volt, majd igen. Legkisebb. Oké? Mit tudunk Dávidról? Ő is a legkisebb. Na jó, a jelenlegi elméletek szerint a legkisebb gyerekekről mit tudunk? Elkényeztetett. A kérdés, hogy ez a két fiatal el volt kényeztetve? József biztos. Dávid nem. József el volt kényeztetve? Igen. Kényeztetés volt az vajon? Kivételezés. Nem vagyok benne biztos, hogy elkényeztetni, mert elküldték őt is. Menjél, tegyed, hozzad. Tehát azért dolgozott, nem úgy volt, hogy ő csak napozott. Hanem amit láttuk, hogy itt mi volt? Kivételezés. Miért? Azt mondta, azért, mert kicsi volt. Azért kivételeztek, mert kicsi volt? Kivételezés, kedvenc volt, igen, ide írom, kedvenc. Mert ekkorára született Jákobnak. Időskorára, de az azért, hogy itt is idős, tehát nem a legfiatalabb időszakában. Kedvenc feleség. Aha, kedvenc feleségtől. Uh-huh. Tehát mindenképpen mit tudunk elmondani? Ő volt Izrael szemefénye. Írom azt, hogy apa szemefénye. Na, lássuk, mi a helyzet Dáviddal. De neki vételeztek? Nem. Pedig szerintem igen. Csak. Ez kivételezés, ez egy pozitív kivételezés, de szerint is kivételeztek. Kivételezés. Mert mi történt? Volt kivétel vele? Nehéz munkát elmondták. Annyi dolog, hogy nehéz munkát adottak, és ott elfelejtkeztek, hogy hogy olvastátok, amikor kérdezi proféta, hogy van még fia, mert ott elkezd őket bemutatni, és Isten azt mondja, hogy nem, most bajban vagyok, mert bemutatták a fiúkat, és Isten azt mondja, hogy nem, most akkor valahol baj van. És mit mondott, Fali? Nem, van még egy, a legkisebbik, de ő jókat őzi a mennyi. Ha van még egy, de a legkisebbik. Mintha nem számítanak. Mintha már nem számítanak. Kivételezés? Kedvenc volt ő? Nem. Hát, kevésbé. Hát, hogy írjuk? Hát, elfelejtkeztek róla, ugye? Elfelejtkeztek róla, ma írjuk. Oké. Kérdezném, hogy apa szemefénye volt? Nem. Az volt, akit ugye el lehet felejteni, nem? Tehát, annyi van már... Még egyet több vagy kicsit felsorakoztattuk, ugye? Ráadásul több olyan nagy darab volt. Igen, unoka unu, nem? Tehát ha azt nézzük, és nem csak ebből az igéből, másikéből is kiderül, hogy ki volt az apa szemefénye. A nagyobbik, a legidősebbik. Igen, ez nagyon nagy. Tehát kijön, hogy azért Isai, ő vele büszkélkedett, tehát azért nem akárki volt. Gyakoriban az első szülő gyerekeket nekik járt a több tisztelet és a több. Igen. Igen, ezzel egyetértek, de volt ott még ugye még hét. A hétből hatot az apa tudja, hogy hol van. Hát a hetedik is tudta, csak hát nem volt annyira fontos, hogy még ő is ott legyen az asztalnál. És ez a Dávid. A 27. Zsoltárban mond valamit, keresik-e? Csak meg 27. Zsoltár, 10-es vers. Mit mond a 27-es 10-ben?
Valaki hangosan. 27, 10. Fel fogom ide írni, hogy lássátok. Papa, mondjam el, hogy ne is tudjuk magára. Apám és anyám elhagyna, vagy ha apám és anyám elfelejtkezne, ha egyszerűen kiesnék a családi képből. Van valaki, aki nem felejtkezik el rólam. Tudjátok, hogy mi vannak hasonlóságok a testvére, a két fiatal ember közt? Testvérek kedvelték ezeket a... Nem. József sem volt a testvérek kedvence, Dávid az volt? Mikor megy, hogy ételt vigyen, mert ugye igen, mert támadás alatt van Izrael népe, Góliát, filiszteus jön és átkozza az Isten, Isten népét, seregét, és Dávidot küldi, mert apa, ugye apának fontos, hogy a fiai fronton van, mert küldjön egy kis élelmet a kisebbikkel. És akkor azt mondják, hogy menj innen, éppen azt mondják, takarodj innen, mit keresel te itt? Tudjuk, hogy te csak jöttél itt kicsit szórakozni, kicsit. Egyáltalán nem a kedvesség hangja hallatszik. Mert úgy azért utána, hogy ő király lett, sokat változott, mert utána olvasok a Bibliában azt, hogy unokaöcsei közül is, meg testvérei közül is voltak bizalmasai. Jó, majd később olvasok, amikor ő, Dávid, barlangról barlangra megy éveken át. Könyvkorban azt mondja, hogy Dávid oda vitt az ő családját is. Mert Saulnak már nem volt csak az elég, hogy Dávidot üldözte, hanem üldözte a családot is. És oda veszi, tehát változik. És az érdekes, hogy a történet második felében változik a testvérekkel kapcsolatban, de itt is változik. Itt is változik. Az az érdekes, mindegyik átmegy az időszakon. Ő is börtönbe kerül, hát épp Dávid nem került börtönbe, de üldözésben volt. És olyan volt neki, az mint egy fogság, mert ugye csak a barlangokban, meg a pusztában létezhetett. Tehát nehéz. És ami nagyon tetszik, hogy az Isten képe mindkettőnek hol van? A helyén. A helyén van. És számított, hogy milyen volt az apjuk? Nem. Ezt szeretném, ha megértenétek. Nagyon sokszor hallok olyan tanítást, hogy hát mennyire meghatározza az apakép, és azt kell mondani, hogy igen, gyerekeknél igen. Tehát ezt nem szeretném, hogy bárki, ha még hallja valaha, mit itt most mondom, hogy azt mondja, hát nem számít az apakép. Nem, számít a gyerekeknél. De amikor felnőtté válsz, és már úgymond a magad ura vagy, tudsz gondolkodni magadért, magad helyében, onnantól kezdve azt kell elmondani, hogy nem számít, hogy milyen volt az apád. Amen. Hanem az számít, hogy milyen a te mennyei atyád. És valahol el kell oda jussunk arra pontra, és most ide visszahajtom nektek, amit korábban volt. Hogy el kell juss te oda, hogy igaz, hogy az Isten szuverén, és ő a mindenható, minden jelenvaló, minden tudó Isten. Ő a szent, tökéletes, ítélő bíró. De ő az, aki megváltott és szeret. És az atyai szív, amit még ide nem írtam fel, az a szeretetéből fakad. Jó, ide rajzolok ide egy szívet. Mert úgy szerette Isten a világot. És innen jön az atya. És tudjátok, a válasz azoknak, akik azt mondják, hogy az Ószövetség nem beszél az Isten szeretetéről. Mert a megváltásról beszél, ugye? Csak ritkán kapcsoljuk a megváltást az atyaképhez. Pedig az iga, amit Rebi olvasott, kijön ez, azt mondja, szeretlek, és ezért adtam népeket. Ugye ott összekapcsolja a szeretetet. De szeretném, ha hajtanátok a Jónás könyvéhez. Nagyon szeretem a Jónás könyvét, mert nagyon úgy egyszerűen, őszintén elmondja magáért. Szerintetek Jónás meddig jutott el ebben a képben? Középső részük. Hát ő emberileg igen. De Isten jó. Igen. Na, keresi csak meg Jónás négy első verseit. A
azt mondja, hiszen ismerlek téged, mondja Jónás Istenről a második versben, azt mondja, hiszen ismerlek téged, hogy kegyelmes, irgalmas, nagyon türelmes Isten vagy, és hűséges szereteted az ígér, és ha csak lehet, megváltoztatod büntető ítéleted. Milyen érdekes, hogy Jónás ismeretben végigmegy ezen az egészen, és azt mondja, igen, tudom. De érdekes módon ő még mindig nem látja azt, hogy Isten tényleg. Az ő szeretete a megbánó bűnös felé fölülírja az ő ítéletét. És akkor itt van az a nagy kérdés, hogy el tudom-e és el tudjuk-e fogadni, hogy az Isten szeretete az tényleg megmérhetetlen. Nincs magassága, mélysége, ha nyugatra vagy keletre mész, nem ér össze, mert annyira megy. Tehát meddig lehet nyugatra menni, meg keletre? Még össze nem ér. Hát igen, csak a helyzet az, hogy az világuniverzumon, ha megyünk, mind mehetsz keletre, meg mind mehetsz nyugatra. Azt mondják, akik ehhez értenek, hogy igazából kelet és nyugat sose találkozik. Tehát végtelen, tehát elnyúlik, tehát az univerzumot, tehát meddig megyek még. Na, ezek azok a pontok, amik úgy fölülnőnek bennünket. De ezt mondja az ige, hogy az, tehát nem mehetsz te, mérhetetlen, megfoghatatlan az ő szeretet, és ebbe a szeretetbe beletartozik minden, ami vagyok. Most tudjátok, a kérdés az, hogy hogyan tudom elfogadni azt, hogy Isten mit mond rólam. Akkor tudom elfogadni, amikor én el tudom Istenről fogadni ezeket a dolgokat. Mert amikor én átélem azt, hogy az Isten szeret, átélem azt, hogy az Isten az én atyám, akkor könnyebben el tudom fogadni azt, hogy a szeretet gyermeke vagyok. Amikor csak annyit látok az Istenből, és az hitem csak addig megy el, hogy ő igazságos, szent és ítélőbíró, akkor azt el fogom tudni fogadni, hogy bűnös vagyok. De lehet, hogy kevésbé fogom elfogadni azt, hogy nekem tud segíteni. Másnak igen, de nekem. Hát igen. De amikor oda jutok, hogy szembe találom magamat az atyával, na abban a pillanatban fogom tudni átjönni ebbe a oldalba, hogy minden esendőségemmel együtt az Isten átölel és felemel. És azt mondja a 91. Zsoltár, ha el is esek, ott maradok? Vagy ha százan, tízezren esnek el, vagy megbodlok, ott maradok? Felemel. És ezt meglátni, hogy az atyai szeretet nem vonja ki a képletből a nehézségeket. Mert néha mi azt szeretnénk, hogy az atya az ő szeretetével minden nehézséget kivonjon, mert ő ha szeret és szuverén, csinálja azt, amit én akarok, nem? Nem? Ez átlunk így össze. De nem valahogy így működünk. Ez jó. De valahogy, és akik a szülők, azok tudják, hogy azért nem lehet, ugye? Szereted, de azért oda teszed a korlátokat, ugye? És a szentség pedig a korlátokról beszél, hogy itt van, között mozgunk. Ez lehet. Korláton kívül már nem lehet. És nem, tehát a szentség meg a szeretet is együtt tud működni. És helye van a szeretetnek ott, hogy az Isten megfel, és néha még úgy ad egyet, hogy ha hol, ébresztő. Erről beszél a más ígék, hogy ugye te vesződ és botod. Nagyon tetszik egy magyarázatot hallottam egyszer, hogy te vesződ és botod, azok vigasztalnak. Engem hogy lehet az Isten vesz-e egy vigasztalást? És akkor mondtak egy olyan képet, hogy akik jó nyájjal foglalkoznak, hogy néha a bárányoknak elég, ha csak egy picit így megkocogtatod a hátsójukat, egy kicsit a bot, akkor tudják, hogy na, akkor erre kell menni. És azt mondják, hogy a pásztorokat nem igaz, tehát az igazi pásztorokat nem látod úgy, hogy neki esen egy jó nap, azt jól elkocogolja. Vagy ti láttatok ilyet? És sokszor, néha ez van a mi fejünkben, az Isten jön, és az ő botjával, meg veszem, most jön, aztán... Sípsút. Mondjuk már egy nagyon kényes témában, hogy akkor kell-e verni, vagy nem kell-e verni a gyereket. Fenyíteni. Igen. Egyetért. Tehát csak itt megint az van, hogy ugye, hogy mit jelent, hogy elverem, vagy csak úgy a te botod és a te veszed, egy kicsit úgy figyelmeztet engem, hogy tehát nem mindegy, hogy hogy esünk neki egymásnak, vagy hát nem egymásnak, hanem egy gyereknek.
utolsó ige, amit szeretném, hogy felolvassunk, a Máté evangéliumában van. A Máté 6 arról beszél, hogy mi az igaz Isten tisztelet, és elsősorban beszél arról, hogy az adakozás része az igaz Isten tiszteletnek, az imádkozás része az igaz Isten tiszteletnek, és a böjt része az igaz Isten tiszteletnek. És nagyon tetszik itt, amit mond, ez a hegyi beszédnek része. A hegyi beszéd nagyon sokat beszél arról, főleg a Máté 5-6-7 arról, hogy vagy Jézus úgy beszél az atyáról, mint a mennyei atyáról. És folyamatosan arról beszél, hogy a ti mennyei atyátok. A János evangélium sokat beszél arról, hogy az atya, az a Jézus atya. Tehát, hogy köztük van atya-fiú kapcsolat, de Máté, és itt főleg a hegyi beszéd pedig sokat beszél arról, hogy az atya, az a mi, a te és az én atyám. És amikor erről beszél, nagyon-nagyon szeretem itt, ajánlom figyelmetek az egész három szakasz, de amikor az imádság jön témába, de azt mondja, amikor imádkoztok, ugye szoktunk is, remélhetőleg jó szokásunk, azt mondja, ne legyetek bőbeszédőek, mint azok, akik nem ismerik Isten, és azt hiszik, hogy akkor teljesül a kérésük, ha sokszor ismételgetik. Na, hol vannak azok, akikre ez igaz? Sokszor-sokszor ismételgetik, mert akkor hát a talán Isten meghallgat. Keleti vallásokban, de a kereszténységben is van ilyen. De ezen a képleten hol vagyunk mi, amikor egyszerűen ezt tesszük? Mondjuk, hátha. Itt, igen. Hogy hátha, ha valamit tudok tenni, hogy a Szent Isten kezét megindítsam, vagy a szívét. És azt mondja, ne így tegyetek, mert hogy legyen az, hogy ne utánozzátok őket. És így jön, ami nagyon tetszik. Mennyi atyátok jól tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőlem. Hiszed ezt? Akiknek gyermekük van, azok értik most, amit mondani fogok. Van úgy, hogy a gyerek ott ül, csak ránézel, akiknek gyerekük van, viszonylag az igazán, és van, hogy nem mond semmi, de te tudod, hogy mire lenne szüksége. Ugye itt a szülők bebólítottak. Van úgy, hogy nem kell kérjék. Miért? Mert szülő vagy. És ugyanígy van az Isten velünk, hogy nézd téged, és el tudsz-e odáig jutni hitben, hogy ő nagyon is jól látja, és mivel minden látó, és minden tudó, mindent ismerő, ő ismeri még ezt is, és nem csak, hogy ismeri, hanem atyai szívével közel van hozzád. Azt mondja, hogy ne utánozzátok őket, menj, atyátok, jól tudja, mire van szükségetek, mert kérnétek tőle, inkább így imádkozzatok. Mert néha az a helyzet, hogy azt mondja, jó, Isten úgy is tudja, ő az én atyám, nem kell kérjek tőle semmit, majd ő úgyis megteszi. Hát áteshetünk a ló másik oldalára. De milyen jó, hogy úgy jöhetek hozzá, hogy tudom, amit talán meg sem tudok fogalmazni, vagy ha meg is tudom fogalmazni, jöhetek bizalommal, és elmondhatom neki. A napokban beszélgettem valakivel, és említette, hogy érdekes beszélgetésben elegyedett valakivel, arról volt szó, hogy talán valamiért imádkozni kéne, és hogy az illető személy hitte, hogy Isten meghallgatja azt az imát. Mire a másik? Hát igen, ha az Isten akarja, nem, mert úgy is szúrja, azt csinál, amit akar. Na, mit mondasz ilyenkor? Imádkozzunk? Ne imádkozzunk? Hát imádkozzunk, de... Hát, úgy is Isten azt csinál, amit akar. Kérjetek és adatik. Keressetek. Zörgessetek. Zörgessetek, megnyitatik nektek, találtok. Egy aktív. És ott van az, hogy... És akkor következik a mi atyánk, most nem tud kell felolvasni, csak szeretném, ha lapoznátok, akinek lapozni kell, és megnéznétek, vagy itt van egy pillanatom. Igen, a mi atyánknak az első részében van az, és azt mondja, hogy jöjjön el a te uralmad, és akaratod teljesül itt a Földön is, ahogy a mennyben teljesül. Tehát oké, elmondom neki, de elismerem azt, hogy igen, ő a bölcsességében
jobban tudja, hogy mi kell nekem, és legyen meg az ő akarata. És ez nem az a féle szuverén akarat, amikor Isten nem veszi figyelembe, hogy neked mire van szükséged, hanem az a szuverén akarat, amiben számot tart arra, hogy neked mire van szükséged. És lehet, hogy te még nem érted, de ő mégis az ő szeretetén keresztül szuverén módon fog cselekedni. Kettő nem ugyanaz, hogy hát az Isten úgyis megteszi, ha akarja, ha nem. Nem, hanem arról szól, hogy igen, megteszi, mert ő neki van akarata. De ez az akarata átjön az atyai szívén. És amikor rád néz, meg rám néz, akkor azt mondja, hogy meg lesz az, ami én akarok rád nézve. És lehet, hogy nem fog tetszeni, lehet, hogy idő kell, míg elfogadjuk, meg átalakulunk, de egyfelől sose szabad kételkedned. És itt van a leglényeges a dolog, hogy az, ami átment, és az Isten akarata, az együtt működik, mivel az ő szeretetével. Mert itt van, hogyha csak ennyit látok, akkor itt ragadok. De ha látom az egész képet, akkor elkezdem elfogadni az, hogy az Isten gyermeke vagyok, szemefénye vagyok, értékes vagyok. Ez motiválni fog téged és engem mire, hogy változunk. Mert amikor egy ilyen atyával találkozol, nem szeretnél a kedvére tenni? Dehogy nem, és ekkor jön be az, hogy azt mondom, Uram, segíts, hogy a fekete vonalkákat az életemből átalakul, mert szeretnék olyan lenni. És erről beszél aztán a Biblia, amikor azt mondja, hogy olyan nem lesz a ti hitetek, mint a gyermekeké, soha nem mentek be a mennyek országa. Mi a gyerek hite? Többek között olyan, hogy olyan akar lenni, mint anya meg apa. Ezt tudtátok? Ha az a gyerek fogadva volt és szeretik, az a gyerek olyan akar lenni, mint apa és anya. És ez a gyereki hit, hogy vakon ugrok, és ha apa így csinál, én is így csinálom, anya így csinál, én is így csinálom. És ugyanez jön át hozzánk, és hogy akkor atyám, ha téged néznek, akkor olyan szeretnék lenni, mint te. Nekem nem az a célom, hogy mi más családba tartozunk, hogy én ilyen, te meg olyan. Vagy egyesek pöttyösök, mások meg csíkosok, nem? Ugyanaz. Mi esetünkben pluszok, jó? Tehát, hogy ugyanolyan. Én remélem, hogy ez is segített valamennyire nektek, mert nekem nagyon sokat segített, mikor ezeket így megértettem, hogy akkor tudom elfogadni az Isten képét magamról, amikor el tudom fogadni az Isten olyannak, ahogy azt a Biblia teljes egészében bemutatja. Mert amikor az Isten teljes egészében látom, az ki fog betűnni arra, hogy ő akkor hogyan lát engem, és akkor az könnyű lesz elfogadni. Ezt az egész történetet, ha így elmondom egy világinak, aki nem is járt templomban, szerinted érteni fog belőle valamit? Vagy megérti a lényeget? Ha így mondod el, akkor ugye. Pontosan mire gondolsz, hogy így felosztva erre három dologra, igen, amit közönig imádkoztam, hogy eszembe jutott, hogy ezt még úgy lehet nem húztam alá. Úgy gondolom, hogy amikor arról van szó, hogy hogyan látjuk magunkat, azt mondtam, hogy nagyon fontos, hogy hogyan látjuk az Isten. De úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok támadás ér bennünket azon a területen, hogy egyáltalán higgyünk Istenben, és abban az Istenben higgyünk, akiről a Biblia beszél. Na most itt van egy nagyon lényeges dolog abban, amit kérdezel. Hogyha ez a valaki arról beszél, hogy ezt így elmondani, az első kérdésénkor nekem az, hogy egyáltalán hogy áll az Isten képpel. És akkor például az a kérdés, hogy például lelki gondozásban én szoktam ezekről beszélni, emberek olyanoknak, akikről tudom, hogy nem keresztény lelki gondozás, vagy nem pásztorál lelki gondozást akarnak, de az alapigazságokat el szoktam mondani, de mindig úgy van, hogy figyelem, és valahol bedugom azt a kérdést, hogy egyáltalán milyen az Isten képe. Tehát, hogy ő hol van, egyáltalán hiszi Istenben, mert ha nem hiszi Istenben, starkul, amit itt elmondok, annyit fog itt elfogadni, hogy igen, az ember értékes. Tehát van egy humanista filozófiája, amiben Isten nincs benne, hogy az ember fontos, fontos a környezete, harcolni kell a jogokért, de az csak ennyi lesz.
Mert utána az, hogy valaki bűnös, az, hogy valaki rosszat tesz, akkor már onnan, hogy ő humanista, azt fogja mondani, nekem ez jó, neked meg az jó. Ki mondja meg, hogy mi a jó. Tehát nincs abszolút jó. Nekem ezt tetszik, én ezt teszem, neked azt tetszik, tedd azt. Tehát itt dől el igazából, hogy van-e Isten hite. Ha most annyi van, csak amit te mondtál, oké, okay, nem jár templomba, mert egy ilyet mondtál, de hisz Istenben, akkor egy templomba nem járok. Most hogy bűnös, mert nem mondtam. Igen, hát mondjuk valószínűleg nem így fogjuk kezdeni, hogy bűnös vagy. Csak elfogadja. Azt tudom neked elmondani, hogy amikor el tudsz valakivel jutni oda, hogy ezekről tudsz beszélgetni, azt tudom neked mondani tapasztalatból, hogy a Szent Szellem már előtte elkezd az embert készíteni. Amen. Tehát, hogyha ő leül és veled arról kezd el beszélgetni, és ilyen dolgokat érintettek, ő már ott valahol el van készülve. Mondok egy esetet, pár éve felkeresett valaki elvigondozásra, kicsit bonyolult az ügy, nem fogok sok részletet mondani, csak az a lényeg az volt, hogy elmondta, hogy négy nő van az életében, és nem tud dönteni a négy közül. Nem tudom, hogy ez most így vicces, de... Egy feleség és három lány. Nem úgy van. Tehát volt feleség, jelenlegi barátnő, nagyon-nagyon régi barátnő, és egy munkatárs, tehát kb. Így áll össze a négy. A lényeg, hogy komoly dilémája volt, hogy megszervez az életét, hogy a négyet úgy sakkozzon ki, hogy egyiket ugyan a másikon. Zsenéval sikerült. Igen, csak már le volt terhelve. Most tudom, hogy ez vicces, most próbáltam, mert ez, amiről beszélsz, nagyon halálkodni komoly dolog. Tehát a nagy kérdés az volt, hogy igazából, tehát minden négyben volt egy dolog, ami a másik háromban nem volt meg. Tehát nem tudom, tehát mindegyik valamivel rendelkezett. Gyors valami, ami neki nagyon-nagyon lényeges és fontos dolog volt, ami a másik van, tehát hogyha az a négy dolog egy valakiben megtett volna, akkor könnyen tudott volna dönteni. De az volt a kérdés, és ezért jött el egy tanácsadás, egy pszichológiai lelkigondozása, hogy mondja meg. Választanak, Gyuri. Hát valami ilyesmi volt, hogy hát válaszok. Hát nyugodtam vele, hogy... Először, na mindegy, tehát úgy voltam vele, hogy uram, ez nem tudom, hogy vicc vagy komoly, de láttam, tehát az ember tényleg nagyon komolyan szenvedett ettől a kérdéstől, és mondtam neki, hogy hát eltelt egy óra, míg ezt így egyáltalán kibogoztuk, mert nagyon nehezen beszélt a dolgokról, mert na, idegeneket erről beszél, és mondtam, hogy ő is még értékelje meg pontosan. A lényeg, hogy visszajött egy második találkozóra, hogy akkor kicsit ezt rakjuk rendbe, amennyire lehet. A lényeg, hogy én semmit nem beszéltem nyitra. Tehát egyértelmű, hogyha pásztorál lelkigondozás van, akkor itt erről kell beszélni, elmegyed, mert mi ez. Nem? Tehát a Biblia egyenesen azt mondja, hogy paráznosság. Most innentől van mit beszélni. Most mit mondjak egy ilyen embernek, akinek nem ez a kérdése, ugye? És beszélgettünk, mert tényleg komolyan kezeltem a helyzetet, mert neki ez egy komoly probléma volt. És nagyon érdekes volt, hogy amikor a dolgokat próbált, hogy már végig konklúzióba húzhozni, egyszer csak azt mondja, ugye, hogy azt hiszi, hogy én parázna vagyok, és hogy igazán ez az egész, ez olyan, mint aki prostituáltnak adja el magát, csak azért, hogy ezt vagy azt, hogy azt megszerezze. Na. És akkor de higgyetek, egy szót nem szóltam, csak azt mondtam, oké, de egyáltalán mit gondolna ön, ha már ennyire ez jött be, és megkérdezte, hogy szerintem ő egy bűnös férfi, hogyha ő így gondolkozik, és hogy ez van, most mit mondjuk neki? Ki mondta neki? És akkor azt mondtam, hogy oké, hát kérdezzük azt, hogy egyáltalán ön hisz Istenben? Mert ha van Isten, akkor igen, nem? Ha nincs Isten, az ő képedél nincs Isten, akkor most én mind mondhatom el, hogy is több mindegy. Tehát igazából ő beszél, és valahol elkezd benne mozogni valami, de a lényeges kérdés az, hogy na itt ki van. Ha itt van valaki, akkor igen, akkor ő nagyon egyértelműen elmondja, hogy mi van. Ha itt nincs senki, akkor én mondhatom reggeltől estig, estétől reggelig, nem fog oda bejutni. Csak azt mondja, azt nem értem a kérdést, azt mondja, nem tudom, hogy van-e Isten. De a bűnösségérzés az már volt?
Igen, erről beszélünk, mikor a Szent Szellem dolgoz az embereket. Csak azt mondtam, hogy valószínűleg erre a kérdésre meg kell keresni a választ, mert akkor megkapja a választ arra, hogy akkor ő bűnöse vagy sem. És így mentem, én azóta nem láttam, csak imádkozni tudtam érte. Most amikor elmondtam, tudom, hogy vicces a dolog, csak azt tudom, hogy eltelt az ott egy pár év. Nem tudom, hogy hogy áll az ember. Megtörtént az Isten, utatóba hoz valakit, hogy egyszer tudtok beszélni vele, és kész. Ha ez megmarad, hogy az ember, mikor elkezd kérdéseket feltenni, tudatosan vagy tudatlanul mögötte az van, hogy van-e Isten, és az Isten milyen. És itt van a lényeg, mert én azt láttam... Ez fontos kideríteni, hogy milyen az Isten képen? Igen, én azt mondom, hogy igen. Amikor az Isten kép helyre kerül, erre kerülnek itt is a dolgok. És akkor visszatér egy dologra, hogy Pál apostol azt mondja, hogy mikor beszél a szellemi harcról egy pontban, azt mondja, hogy az Isten megismerése ellen emeltetnek falak. Magaslatok. Hát én falaknak mondom, de ugyanaz. Tehát igazából azt mondja Pál, az összes szellemi harcnak az az egyik legnagyobb kérdés, az egyik legnagyobb kérdője, hogy ki az Isten. Az Isten megismerése ellen, mert amikor az helyre kerül, úgy, ahogy a Biblia beszél róla, az magával hoz az, hogy helyre kell csinálni minden. Mert akkor helyre kerül, ha ő szent, akkor helyre kerül, hogy mi az, amit ő mond, hogy meg kell. Ha ő szuverén, akkor ha mondta, akkor azt valószínűleg meg kell tenni. Ha ő azt mondja Istennek, szuverenitása van, hogy szolga vagy, és a szolgám, akkor igen, Uram, ugye? Akkor... Igen, ugye? De akkor is tudom, hogy ez átment az atyai szívén, és nem fog belenyomni egy olyas valamiben, amiben meggyűtöl. Neki nem ez a lényege, még akkor is, hogyha nehéz. Tehát ezért lényeges, és ezért is gondoltam, hogy kell egy alkalom, hogy erről beszél, tehát ennek a párhuzamát látni. Csak hogyha arról van szó, hogy evangelizálni kell, lehet, hogy nem egyből fog menni minden. Azt kell látni, meddig jutott el, mennyire világosodott meg, mert egy másik nagyon lényeges dolog, amit évek során láttam, és meg kellett a gyakorlatban is tanuljam azt, hogy ezt, nem én is, nem te fogod meggyőzni az ember szívében. A Biblia azt mondja, hogy a Szent Szellem az, aki meggyőz bűn, igazság és ítélet tekintetében. A Szent Szellem dolgozik itt. Bűn, igazság és ítélet. Hát ugye a Szent és igaz Isten által a Szent és igaz az egybe használjuk. Tehát itt a Szent Szellem dolgozik. Minden félelete, de ezen én nem tudok senkit meggyőzni erről. De oda hozza, és ilyeneket sokat tudnék mesélni. A Henny úgy szintén látta, néha rendelőben csak úgy nézünk ki a fejünkből, hogy semmilyen pszichológiai technika vagy trükk nem tud kihozni olyanokat beszélgetésekbe, amit csak így elkezdünk meg az emberekből. Azért, mert a Szent Szellem elkészíti, sokan nem is tudják, hogy hol csöppennek be, csak ott van. Igen, tehát ez nagyon-nagyon érdekes dolog, és akkor egyszerűen csak az van, hogy nem vagyunk mi különlegesebbek, mint te vagy te, tehát nem vagyunk többek. Hanem egyszerűen Isten ez bízta rád, azt bízta neked, úgy hozza utadban, neked úgy hozza utadban, és amikor hozza, akkor itt kell ezekről beszélni. Van, amikor lehet, van, amikor nem. És te mondod, hogy elmennek, és azt mondom, te szóval, te tudod, ennyit bíztál rád, elmondtuk, és menjünk tovább. Tehát nem mi vagyunk a megváltott. A megváltott azon az oldalt, ha mi itt vagyunk, mi csak megváltottak vagyunk. Mi ha belehajtjuk magunkat, hogy megváltanánk az embereket, de az nem adatott nekünk. Nem. Ez nehéz, mert olyan, aki kézzel lábbal szeretne az embereket segíteni, ha rajtunk állna, megváltanánk. De nem vagyunk Szentlélek. Igen, nem tudunk meggyőzni. Nem tudom, hogy ez segítette a... Következő kérdés. Most szóljon, vagy hallgasson, jövő szerint. Nekem volna egy, ha senki nem akar. Nekem az volna egy picit még néhány percben, fejtsd már ki ezt a dolgot, hogy addig, amíg Istent nem ismerjük meg, addig magunkat sem igazán ismerjük. Jól mondom vissza, hogy más volt ott a lényeg. Én ebből tudnám még egy picit, mert ez úgy nagyon eltalált, és szeretném, amit tud, lehetne még elmondani néhány percet csak. A kérdésed az, hogy nem, hogy ha nem ismerem Istent, akkor nem ismerem magamat, vagy nem tudok ennek a függvényében élni?
nem ismerem magamat igazán, nem ismerem Istent. Ez így igaz? A valóságban igen, úgy gondolom, hogy igen. Tehát, hogy csak részismereteink vannak. Tehát ismereteink vannak, tehát a teremtettségből vannak ismereteink, hogy férfi, nő vagy, de szerintem a múltkor is átbeszéltünk. Tehát vannak ilyen alapismeretek. De az, hogy miért vagyok itt, mi a küldetésem, van-e értelme az életemnek, mert ugye a társadalom felépít különböző sablonokat. És azt mondja, ha férfi vagy, na akkor igen. Kisfiú született, na akkor fújjunk trombitát, üljünk össze, ígyjuk le magunkat. De nem, mert kislány? Hát akkor gyász. Igen, a készülőről van másik gyerek. Igen, és akkor már kell gondolkozni, hogy a kedves az, hogy alig jött még ki a műtőből, vagy a szülőszobából, mert baj van. Vagy fordítva tudok olyat, aki halt élet, hogy kislány legyen. Na, hát fiam lett. Tehát több mindent értitek, hogy tehát vannak sablonok. És ezeket átvesztük, de magamról akkor értem meg, hogy ki vagyok, ha én találkozok és szembetelem magamat az Istennel. Ez nem azt jelenti, hogy nem nincsenek ismereteim. Tehát az önismeretben el lehet egy szintig jutni, és én nagyon kívánom nektek, hogyha tudtok, gyertek el két hét, amikor Peti jön, ő bele fog ebbe jobban menni. Tehát belemegy abba, hogy mit tudok meg magamról, amikor az Isten kép nem jön be. Jó? Tehát, de most ez most nem ez a mi témánk. Jó? Tehát, hogy megvan a helye a személyiségfejlesztésnek, megvan a helye a személyiség megismerésének, de én most nem ebből a szemszögből beszéltem a dologra. Tehát meg lehet tudni dolgokat, meg lehet is. Úgy tudom, hogy Peti elhoz nektek majd egy kérdőívet, fogtok rajta dolgozni. Szerintem az egy ilyen nagyon-nagyon jó kis alkalom lesz, egy-kettő megváltjátok, de az egy másik oldalon. Tehát az annyi, hogy itt leáll, és ezt fogja jól kibontani. Hogy férfi, nő, ilyen, olyan, amolyan, ilyen. De ezek soha nem mennek a mélyebb területekbe. Tehát ez magával foglalja a szellemi oldalunkat. Hogy élünk, vagy fordítva, halunk, vagy élünk. Hát ez lenne, tehát hogy a mélyebb megismerést, amikor arról szól, hogy a pszichén, ami ugye a pszichológia tárgya, azon túl van pneuma, a szellem. Na ez inkább ide jön, jó? Tehát ebbe a területbe. Tehát, hogy, és azt pedig nem tudom megismerni, nem találom szembe magamat a szellemmel. Most ez furcsa, de Isten szellem. És a szellemem, és itt igazából erről beszélünk, szellemi dolgokról, a szellemem akkor érti meg, hogy ki a szellemmel, a szellemmel találkozik. Jó? És ezért hagytak ki Károli a szellem szót, mert ez egy kicsit ilyen negatív ízet hordoz. De itt most jó értelemben kell érteni azt, hogy Isten szellem. Tehát egyszerűen ez van, ő egy ilyen lény, meg test, lélek és szellem. Na, hát de most egy másik oldalba tényleg nem megyünk most. Már a lényeg, hogy talán ez lenne akkor egy válaszom, hogy igen, tehát ha azt a mélyebb valamit szeretné megismerni magam, valamit keresek, ami valahol én vagyok, azt csak így tudom megismerni. Jó? De van egy másik része, az a psziché, arról majd Peti, az egy másképp. Jó? És akkor előjáróban jövő szerdán miről fogsz beszélni? Igen, a jövő szerda az pedig arról, hogyha tudom, hogy mit mond Isten, tehát az eszemmel megértettem. Ha az eljutott most a szívemig, mert szembe találtam az Istennel, szembe találkoztam, és valósan milyen gyökeret verez, akkor nagy kérdés az, hogyha kimegyek az utcára, ez látszik-e. Tehát tudok-e ennek a fényében élni? Mert itt nagyon szép és jó, amikor kimegyek. Hogyan tudom én azt tudatosítani, hogy a konfliktusaimban, Amikor talán én sem tudok leállni és azt mondani, jaj, de aranyos és szép vagyok. tehát, hogy a mindennapi életben ezt hogyan tudjuk, jó? Tehát most beszéltünk észhez, remélem valamilyen szinten a szívhez is, de most akkor kezünk-lábunkról lesz szó. Tehát az, hogy kezdjünk el akkor élni, cselekedni ennek a fényében. Tehát ez lesz egy következő lépés, tehát hogy hogyan nem tudunk ennek a fényében akkor hatékonyan előre menni. Jó? Ez lesz így a harmadik.